Aligeti csillagvirág a jácintfélék családjába tartozó évelő hagymás növényfaj, virágzása, amely csupán egy-két hétig tart, a valódi tavasz beköszöntét jelzi. Ez a kis kékes lila virág a nyírség egyik igen ritka védett növénye, egyik lelőhelye a sóstói erdőben van. 2003-ban, amikor kijöttünk ide az erdőbe, akkor vettük észre, hogy pont azon a területen egy erdőfelújítás történt, ahol él a virág, és hát elég rosszul nézett ki akkor az egész terület. Gyorsan meg is számoltuk az állományt, ami akkor összesen ezen a mindegy 2 hektáros területen, ez mindössze 220 tő volt. És arra gondoltunk, hogy akár baj is lehet belőle, hogyha itt nem éli túl ezt a beavatkozást a virág, ami az erdészeti felújítással jár. Úgyhogy a következő évben is megszámoltuk, aztán megint, és örömmel tapasztaltuk, hogy növekszik, mégpedig elég dinamikusan. Az egykor 220-as állomány tavaly már 9000 tőre bővült a sóstói erdőben. 2003 óta egy lassú növekedéssel indult. Pici visszaesés itt is volt, de aztán egészen dinamikusan növekedni kezdett. Egyetlen komolyabb visszaesés volt, ez 2013-ban, amikor a mindenki számára emlékezetes március közepi hideg és fagybetörés volt. Az, hogy idén hány csillagvirág van a sóstói erdőben, március 25-én derül ki. Szombaton reggel csillagvirág számlálásra várják az érdeklődő önkénteseket.